Több országos érdeklődései számot tartó kiállítást, rendezvényt és nemzetközi tudományos konferenciát tervezett erre az évre a József András Múzeum. Az intézmény jövőre ünnepli megalapításának 150. évfordulóját. A stúdióban köszöntöm az intézmény új igazgatóját, Rémiás Tibor urat. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Csak néhány rendezvényt, illetve néhány tervet említettem erre az évre vonatkozóan, de azért fontos azt megemlíteni, hogy a múzeumban a leglényegesebb ebben az évben is az, hogy egyre több múzeumbarát közönséget csalogasson az intézménybe. Hogyan tervezi ezt a József András Múzeum, illetve hát a megyei múzeumok? Tehát én igazgatói megbízást április 1-től kaptam, tehát nem régen igazgatom a Nyíregyházi Múzeumi Szervezetet. Ide három múzeum tartozik, ugye a József András Múzeum, a Kálai Gyűjtemény, és a Sóstói Múzeumfalu. Na most én azt szeretném, és a pályázatomban is erről értekeztem, hogy nyitott múzeumok legyünk. Erre azért már jó példa a Múzeumfalu, tehát ő bizonyított, és a nagy látogatottságával évi 60 ezer látogató, azért az már szép szám. Meg ugye a varázs is ott van, mert Sóstóra a turisták azért mennek, az állatpark, a fürdő, és hát azért kiegészíti ugye a múzeumfalu is ezt a látványosságot. Tehát ők jó példát mutattak, és mutatnak a mai napig is. Tehát ugyanezt a példát szeretnénk megvalósítani itt a belvárosban is. Éppen ma kötöttünk egy megállapodást, egy szerződést az állatpark igazgatójával, melynek az lenne a lényege, hogy a városba, Sóstóról bevonzuk a turistákat, és hát ehhez mi nyitott kapukat szeretnénk tárni a turisták elé a múzeumokba, a városközpontjában lévő múzeumokba. Na most ez természetesen feladatokkal is jár, mert hát a József András Múzeumban az állandó kiállításokat szeretnénk megújítani, sőt újakkal előrukkolni, és ha már jönnek a turisták, őket kellőképpen kell fogadni. Tehát gondolok itt az idegen nyelvtudásra, mindenféle szórólapokra, információ gazdagságra, hogy aki eljön ide, az megfelelő tájékoztatást kapjon a múzeumban. Nekem a célom az, hogy nem sok kis apró kiállítást készíteni a nagy közönség számára, hanem nagyobb attrakciókkal szeretnénk előrukkolni, és ezek az attrakciók jól előkészített, tudományosan előkészített kiállítások legyenek, és hozzá kapcsolódó múzeumpedagógiai programokat adjanak, és ez mindig attól függ, hogy ki a célcsoport, ki a célközönség. Nem feltétlenül mindig csak a gyerekeket szeretnénk megszólítani, igyekszünk a felnőtteket, tehát ez a élet hosszig való tanításnak a módszerével, és ugye mindig akarunk kedveskedni ugye a megfelelő célcsoportnak, és akkor olyan programokat is szeretnénk előhozni. Ahogy ezt majd lehet majd látni ez évben a múzeumok éjszakáján is. A közművelődésben kihívás szerintem manapság az, hogy minden területen, minden felületen jelen legyen, és meg tudja szólítani a modern technikákkal, technológiákkal is a közönséget. Ugye most már múzeumok, interaktív múzeum, ilyesmiről beszélünk, de hogyha azt mondom, hogy nem csak a médiában, hanem a közösségi média felületeken is ott vannak a programok, ott vannak a szóróanyagok, a kiállítási anyagok, háttéranyagok ezekről, akkor az a célja, hogy egyre többen látogassanak el ugye abba az intézménybe, tehát hogy szélesedjen ez a közművelődési olló. Igen. Tehát nekünk napra készeknek kell lenni, és tudjuk ugye, hogy a fiatalok is, meg a régebb óta fiatalok is, ugye használják a okostelefonokat, tehát nekünk az lenne a célunk, hogy bármikor okostelefonon is utolérhetők legyünk, mindig információkat adjunk a legfrissebb programokról, és a megfelelő kedvezményekről is. És ezzel arra késztessük őket, hogy tulajdonképpen szórakozva művelődjenek, szórakozva kulturálódjanak. Tehát mi az életükbe azt szeretnénk becserkészni, hogy nagyon könnyedén olyan információkat sajátítsanak el, ami nem úgy van, mint régen, hogy lexikonokat kellett bújni,
és könyvtárba úgy eljárni, hogy mondjuk köteles példányokat, vagy lexikonokat, vagy nagyobb regényeket, hanem ezekből mi eleve eléjük tárjuk azokat az információkat, amelyet könnyedén el tudnak sajátítani majd. A múzeumi életnek a másik oldala pedig a tudományos munka, és ez sem szorulhat háttérbe. A tudományos munkát egyébként hazai, illetve európai uniós források is fogják támogatni, illetve támogatják is már, mert tulajdonképpen 2020-ig, 2022-ig vannak pályázati lehetőségek. Mit szeretnének ezen a területen elérni? Hát a tudományosság nekünk tulajdonképpen az oszlopunk, mert bármilyen attrakciót is akarunk előtárni, tehát ezt mi mind tudományos megalapozottsággal szeretnénk. A múzeumnak az a legnagyobb erénye és sajátossága, hogy interdisziplinális, ami tulajdonképpen azt akarja, hogy több tudományág együtt található egy múzeumi épületben. Tehát mi egy-egy témát meg tudunk régészeti, történeti, néprajzi, művészettörténeti, akár múzeumpedagógiai, pedagógiai szemlélettel is közelíteni, irodalomtörténeti is folytathatnám még. Tehát nálunk ezek a muzeológusok mind egy helyen vannak, és ez benne a csodálatos, hogy bármilyen témát szeretnénk prezentálni, azt minden oldalról szépen körbe tudjuk járni. Lesz is kimondottan egy olyan régészeti munka, tudományos munka, amiben ebbe az évbe belekezdenek. Hogyne, tehát elkezdődnek az ásatások, ez a nyugati elkerülő út Nyíregyháza környékén, ez óriási nagy munkát jelent majd számunkra, régészek fel is vannak erre készülve, megfelelő stábbal ugrásra készen állunk, és tudjuk, hogy az nagy tudományos kihívást jelent, és hát várjuk a minél szebbnél szebb régészeti eredményeket, amit utána ugye be tudunk mutatni majd a nagy közönség számára is. Határon túli programokba is be tud kapcsolódni a József András Múzeum. Milyen programba tud bekapcsolódni? Hát a régi hagyományokat, azokat szeretnénk követni. Nagyon jó kapcsolat alakult ki Lengyelországgal, ez a testvérvárosi, ugye zsesuvi kapcsolat, de hát Kárpátaljával is jó kapcsolatok vannak Szlovákiában a Kassai Múzeummal, olyannyira, hogy régészeti szempontból a Kassai Múzeummal szeretnénk egy nagy uniós pályázatba belefogni, úgyhogy már ebben előkészületek megtörténtek, és bízunk benne, hogy elnyerjük ezt a pályázatot, és akkor szintén nagy lehetőségnek nyílnak a József András Múzeum és a Kassai Múzeum előtt, hogy közös koprodukcióban olyan kiállításokat mutassunk meg a nagyközönségnek, amelyeket még idáig nem láttak. Ez már a jövő évi évforduló kapcsán tárulhat a közönség elé. Köszönjük szépen, igazgató úr, hogy eljött hozzánk, és gratulálunk a kinevezéshez. Köszönöm szépen.